Nézzük az időjárás előrejelzést. Mit tartogatnak még október utolsó napjai? Műsorunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Cseh Zoltán szerkesztő következik. Köszöntöm a Zóna TV nézőit, a héten még tartja magát a napos idő erősödő köthajlammal, a jövő hét azonban már változékonyabb, csapadékosabb időt tartogat. Nézzük mindezt részletesebben. Egy felettünk elhelyezkedő anticiklonnak köszönhetjük a mostani napos időjárást, ez a légköri képződmény fokozatosan kelet felé távolodik, mögötte enyhébb légtömeg érkezik fölénk a magasban, ez pedig kedvez a hajnali pára és ködképződésnek. A hét végéig gyakorlatilag azonos forgatókönyv alapján zajlik az időjárás. Hajnalban pára és ködfoltok képződnek, amik a kora délelőtti órákban megszűnnek, és napközben több órás napsütés ígérkezik, csak kevés felhő jelenik meg az égen. Gyenge mérsékelt délkeleti szél fúj, a hőmérséklet reggelente 2-5, délutánonként 14 fok körül valószínű. A változás jeleként vasárnap már megnövekszik a felhőzet, hétfőn is többnyire erősen felhős borút lesz az ég felettünk, ekkor már a délutáni óráktól esőre, záporesőre is számíthatunk. A mozgalmas, gyakran csapadékos időjárás a jövő hét első felében is jellemző lesz, amit egy érkező hidegfrontnak és egy kialakuló mediterrán ciklonnak köszönhetünk. Garantáltan megszűnnek a fagyok, a maximumok pedig jellemzően 13 fok körül valószínűek. Köszönöm a figyelmet!